Lényegében akkor indult be, amikor egy 3,5 évvel ezelőtt ide a Bábszi házhoz kerültem. Addig én tanár és képzőművész pályán voltam, de persze azért zenéltem. Képzőművész végzettségem van, képzőművész és tanár, és 9 évig pedagógusként dolgoztam, de aztán egyszer csak Lenkefi Zoli felajánlott nekem itt egy ilyen lehetőséget, hogy a Bábszi házban művészeti munkatárs legyek, amit örömmel vettem, és aztán itt a zenélés fele tolódott a hangsúly, és azóta is nagy örömmel zenélünk. Élőben vagy elméletben. Egyre többet tévedünk a színpadra Rákóczi Tóni barátommal, úgyhogy igen, a Rongyelek a példakép című előadásban elég komoly színészi feladatokat láttunk el, és közben zenéltünk is. Hát, több hangszeren játszom, fafúvós hangszereken, szaxofon, klarinét, fuvola, népi hangszereken, furiákon, kobzon és egyéb pengetősökön, gitáron, buzukén. Ami éppen muszáj, nagy bőgőn. Igen, Pécset végeztem a Pécsi Egyetem festőszakán. Általános iskolás koromban zenei általánosba jártam, és ott kötelező volt zeneiskolába járni. Az olyan része volt, amit én nem szerettem természetesen, és akkor nem igazán érdekelt. De azért ma hálás vagyok az akkori tanáraimnak, hiszen abból táplálkozom, abból a szerény elméleti és gyakorlati tudásból, amit a zeneiskolában, illetve általános iskolában összeszedtem, ami az én kis szívem csücske. Én nagyon szeretem a népzenét, főleg a moldvai zsángó, illetve a balkáni bolgár-szerb népzenét, és nekem a bolgár kaval az egyik szívem csücske, a másik meg a kobza. Érdekes, amit mutatok. Igen. A mutatom. Én az igazi bolgár kavalkost nem hoztam, mert az értékes és sérülékeny, egy csináltam PVC csőből, és ezeket használom, ami ugyanúgy működik lényegében. Megfújjam? Aha. Most már muszáj ezt. Ez csak egy cső, nincsen sípja, harántfúvással kell, úgyhogy ez ezért lehet ilyen plasztikusan játszani rajta. Hát ez az én kedvenc hangszerem, a berbancső. Én a bolgárzenét, az autentikus bolgárzenét mostanában nagyon kedvelem, de hát ezen kívül azért számtalan olyan zene van, nem tudom. Békés Csabán sok bolgár élt egyébként, de nem tudok róla, hogy az őseink között. Én inkább szlovák vagyok, de gyakran kell gitározni, gyakran kell szaxofonozni, klarinét most nincs itt, azon is elég gyakran kell játszani, tangóharmonika most éppen nincs itt, mert itt a másik teremben. Ja. Ezek jutnak eszembe. Nekem általában csak annyi az álmom, hogy minél több előadásba zenélhessek, vagy részt vehessek valamilyen formában. Hát ebben az évadban ez bőven összejött, mert mindegyik előadásunkban, ami eddig volt, valamilyen formában részt vettem, mint zenész. Úgyhogy ez nekem öröm volt.